Mert nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett csetélyközség önkormányzatának nyílt ülésén. Külön köszöntöm a hölgyeket, különben hiszen ma március 8-ban nemzetközi nőnap, és nem érkezse a hölgyeket. És Zoltánnak, így van. A mai napon a következő napirendi pontokat fogjuk tárgyalni. Az első az a közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint házszámozás rendjének helyi szabályozásáról fogunk tárgyalni. Azt követően az étkezési térítési díjak rendeletét módosítjuk. Harmadik napirendi pontként döntés a vízi közmű vagyonról. Negyedik napirendi pont az önkormányzat 2023 évi közbeszerzési terve. Ötödik napirendi pont a Győri Hulladékhoz Nálkodási Társulás 2022 évi beszámolója, és hatodik napirendi pont egyéb ügyek lesz, amennyiben van javaslat. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy egyéb ügyekben van esetleg valakinek javaslata felmérve. Jó, hogyha nincs és elfogadják a napirendi ponti javaslatokat, kérem készfeladatásra jelzik. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont az a közterületek elnevezésének és átnevezésének, valamint házszámozás rendjének helyi szabályozásáról szól. Ugye jelenleg Csetényben feltárásra került egy hiba, hogy ugye nagyon sokáig nem került kialakításra új utca, illetve tér vagy köz a településen, de ugye az iparterületnek a létrehozásával a képviselőtestület döntött még 2018-ban arról, hogy létrejön a Zöldbakonyért köz, a Zöldbakony köz. Ez viszont a központi regiszterben valami adminisztrációs hiba miatt nem került felrögzítésre. Egy jegyzőasszony elkészítette az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, szabályozást, és ennek a szabályozásnak a melléklete az pedig a Zöldbakonyért köznek a bejegyzése is, amit meg fogunk tenni. Ugye a legfontosabb az az, hogy erről talán képviselőtársaimmal már többször beszéltünk, hogy a sajnos gyakori jelenség az a településünkön, de nem csak Csetényben, hanem a házszámok kihelyezése elmarad. Azt a nem, valami miatt nem teszik a lakosok, illetve a céltáblák is elég kevés helyen vannak itt ahhoz képest, hogy mennyi gazdasági társaság van településünkön. Ugye itt ez a szabályozás erre fogja jobban felhívni az ingatlan tulajdonosok figyelmét, illetve ugye mi beszéltünk arról, hogy egy egységes formát valószínűleg megterveztetnénk, és az önkormányzat alapvetően a házszámokat még fel is helyezni az ingatlanokra, hogy ezt a hiányosságot akkor pótoljuk. Ugye ez majd az adóbevételeink figyelembevételében lehet a lehetőség a 2023-as évben. Szerintem alapvetően rendkívül fontos, akár egy tűzeset, akár egy orvosi ügyelet, vagy az Isten mentő igénylésénél, hogy alapvetően az ellátásra szoruló milyen gyorsan kapjanak a segítséget, és hogy ne az utcákban keringjenek, hanem célzottan tudja a segítésre érkező szakszemélyzet megtalálni a segítségre szorulót és őt ellátni. A rendelet vagy a szabályozásunk alapvetően ezeket a rendelkezéseket tartalmazza, hogy természetesen felsorolásban van jelenleg is valamennyiünk által ismert utcák, ugye itt népsor szerint Ady Endre utca, Arany János utca, Bem köz, Bem utca, Deák Ferenc utca, Dózsa-György utca, Hunyadi utca, Jókai utca, József Attila utca, József Attila köz, Kossuth utca, Kövesdi utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Rózsa út, Sallai utca, Szőlő utca, Táncsics utca, Törekvés utca. Ugye jelenleg ezekkel a közterületekkel rendelkező településünkön, és akkor ezt fogja még kiegészíteni az Zöldbakonyi köz, amit most a határozatunkra befogjuk. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtagokat, hogy van-e bármilyen hozzáfűzni való megjegyzésük az elhangzottakhoz. Igen? A Törekvés utca ugye eléggé kitüntetett helyzetben van, mert a számozása eltér az összes többi utcáitól. Ennek történelmi okai vannak, és hogyha arra felé bővülünk, akkor az lehet, hogy egy új utca nevet fog generálni, aha, szerintem, mert a
sorban mennek a házban. Igen. Egy, kettő, három, négy, elmegy a végére, és vissza a polgárákos egy közöttos. 34, igen. És visszajönni a bácségé 35. Jó. Nem a páros. Csak az, hogyha ugye arra bővülünk, akkor az elég érdekes lesz a dolog. Igen, mert ott a közmúlán, ott már, ott van. 8 és 68 per a, meg hívált szerintem. Majd külön helyre az iszámba kell tenni akkor, amikor az utcáját, és akkor azt lehet külön elnevezni. Hát az lesz az új világban. Szerintem külön helyre. Jó, ezt majd természetesen szavazásra bocsátjuk, és az ingatlan tulajdonosoknak is megadjuk a lehetőséget, amennyiben arra abba az irányba tudunk bővülni, azért itt még vannak még van egy probléma. Igen. Ezt sajnos a korábbi testületek sem írták lerendezni, a Sallai utca. Mármint a neve. Igen. Mert úgymond jogszabály ellenes. Mert valahol kivették nagyobb városban, mint a vadó. Igen, Sallai. Való Pesten? Ez a ugye, három terrorista volt, a Fürth Sallai, meg a főrobbantott, hogy a Pirtorvágy hírnak. Most nem tettem még szóval, de most jó. Ez mondjuk érdekes dolog. Azért. Ami Mihályomnak idején az olcsó megoldást választott. Én nem az olcsó megoldás ezzel kapcsolatban, szerintem az ott élők az adminisztrációs problémája is nyilvánvalóan miatt maradt ez a megoldás. Természetesen a kormányhivatal felhívja erre a figyelmünket, akkor eleget fogunk tenni, de itt csak egy vezetéknél található keresztnév nem. De nem a focistát jelöli, aki egyszer voltunk a percetre. Igen. De nem tudjuk, hogy kit jel, és lehet csinálni, hogy fogányi oda ezért nem. Sajnos igen, kit jel. Jó, én azt gondolom, hogy amennyiben ennek a módosításába a képsőtestet el akar menni, akkor én elsődlegesen azért megkérdezem az ott élőket. Hát nem a vakcin kártyák cseréjével, meg ott meg a cseréjével jönnek. Azt tudom. Sok ilyenkor valahogy úgy szoktál, nem, hogy kérnek egy állásfoglalást a valamilyen a tudományosok akadémiának van egy listája, amin most én, tehát így kimondottam, hogy Sallai utca, én így nem találtam meg, de hát nyilván, hogyha valaki ezt tudja, hogy ennek milyen módja van, az, de mondom, igazából itt az a probléma alapvetően, hogyha átneveztük, akkor itt okmánycsereg, ahol találkozások vannak, ott cégbejegyzéseknek a módosítása, ami azért nem kevés költség, és azt valószínűleg az önkormányzatnak akkor magára kéne vállalni. Én amondom vagyok, az akkor foglalkozunk azzal, hogy erre külön figyelmet a saját munkat, legyünk az ellenségünk. Szóval. Jó, az itt lévő határozattal kapcsolatban kérdezett. Köszönjük a kiegészítő tájékoztatást képviselő úrnak. Mondom, ez akkor határozott módosítás nem kezelhető, ez egy információ megosztás volt. Mint köszönjük, és hogyha még a kormányhivatal is felhívja a figyelmünket, akkor viszont mindenképpen meg fogjuk oldani. De ha azt gondolja a képviselő, akkor egyeztetünk az ott lévő lakossággal erről, és hogyha ők ezt összességbe támogatják, akkor miattam meg, tehát tudjuk őket ebben segíteni, de szerintem ezt az ott élők nyugalmának fenntartása miatt az ővel egyezését kell tenni, hogyha a korai adat külön ellen hívja fel a figyelmünket. Az itt lévő határozat pedig akkor ugye arról szól, hogy a képviselőtestület felkérő jegyzőt, hogy az utca az a zöldbakony köz a KCR rendszernek történő elnevezésére gondoskodjon is felvételéről, aki ezzel egyetért kérem. Nem zöldbakonyért. Zöld bakony köz, de okay. Ugye annak mindig testeti határozatunk van erről 2018-ban, az ott lévő testeti határozatban megjelölt utca, vagy köz meghatározást kell majd ide beletenni, mondom ez akkor van. Jó? Elfogadjuk kérdően készület a testre ez. Köszönöm szépen, hat igen. Megjelöltek is? Igen. Mert ugye ez két külön dolog azért. Akkor
Az első, ez volt az első szavazás, a másik pedig akkor az, hogy a helyi köztület elnevezésnek, átnevezésnek, amit házszámozás rendjének helyi szabályozására, aki elfogadja ezt a rendeletet, ezt kérem ki a szervezetásra. Köszönöm szépen. Akkor szerintem kronológiailag úgy kell, hogy első volt a rendelet, második volt a tudca. Érkezési díjak rendeletének módosítása. Ugye folyamatosan mi is ellenőrizzük saját magunk tevékenységét, és egyik kolléganőm kiszúrta azt, hogy módosítani szükséges a vetítési alapot a szociális étkezésnél. Ezt megtettük, ezeket a módosításokat látják itt a tisztelt képviselők, alapvetően ez egy formai módosítás. Előfordulhat az, hogy egyes szociális esetekben csökkenni fog az étkezési díj tétel. Arról már tájékoztatjuk az érintetteket. Jó, van esetleg ezzel kapcsolatban? Igen. Van esetleg ezzel kapcsolatban érvető vagy kérdés? Hanni? Csak az összegeket néztem itt egymás mellett, tudod. És itt az egész számú előtt van, hogy napközi teljes, vagy napközi három is tudjának, az teljesen ugyanaz a díjon futó. És tényleg a, nem, ebből az látszik, hogy ezt tudjuk, hogy csak szerintem nem ez volt az eredeti. Mm. És ennek következtében van így, vagy, hogy ez eredetileg is sűrű, de nem? Nem, nem változott. Azt nem változott, az biztos, hogy ez elírás a maga, bocsánat. Egyek rendezmény nem egy forma, százalék, nem 19 valószínűleg, ugye? Nem, és a napközi 3 és több gyermeknél a térítési díj az 0. Igen. Meg de ugyanígy a menzánál is. Igen, ezt igen. Hogy ezt meg kell nézni ezeket, hogy... Jó, természetesen azokat még akkor átépítünk, a vetítési alapot változtat. Jó? A százalékok ugye akkor maradt. Igen, szerintem ez lehet az eredeti anyagból volt, és ott maradhatott benne ez a libadat. Kollégák orvosolják természetesen. Jó? Jó. Aki akkor köszönjük az észrevételt, azok átvezetésre kerülnek természetesen, aki elfogadja a módosítást, kérem készletetésre lesz. Három igen. Jó. A negyedik, harmadik napirányi pont az a víziközmű vagyonról szóló döntés. A tavalyi évben megkezdődött a víziközmű vagyonnak az államosításának a folyamata. Önként lehetett jelezni a Nemzeti Víziközmű Holdingnak, illetve a Bakony Karszt ZRT-nek, akit jelenleg a vízszolgáltást ellátja, és a Csepény községi önkormányzatai szintén tulajdonos, hogy díjmentesen a teljes hálózat víz, szennyvízet adjuk át. Ugye mi akkor azt mondtuk, és határozottan képviseltük, hogy az önkormányzati vagyonról lemondani nem szabad. Én nem erre esküdtem fel akkor, és ezt továbbra is tartom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz irány, hiszen az egésznek az előzménye az a rezsivédelem és a maga közműszégek megadóztatása oly módon, hogy fejlesztésekre nem maradtak lehetőségei. A mai napra oda jutottunk, hogy a Bakony Karszt összívott egy közgyűlést, ahol alapvetően felvázolták, hogy csőd lehetősége van benne, vagy átadása felül a vagyon, vagy minden önkormányzat beletesz pénzt. Cseténre vetített önkormányzati üzemeltetésbe évente betevő pénz 18 millió forint lenne, az önkormányzat költségvetéséből kellene biztosítani. Az önkormányzat ezt nem tudja vállalni, ráadásul az állam, bocsánat, de inkorrekt módon még azt is megtett, hogy ad most kölcsönpénzt, és aki majd átadja ingyen a vagyont, annak nem kell visszafizetni, aki nem adja át a vagyont, annak vissza kell fizetni, természetesen azt is kamatosan. De még azt is megtették, hogy ha valakinek a víziközmű számlán pénze van, azt is elvonják, azt is elviszik. Csetének 7 millió 700 ezer forint van a szennyvízen, 0 forint van a vízen, vagy fordítva. 7 millió 700 van a vízen, 0 forint a szennyvízen. És a szennyvízen azért nincs pénz,
mert amikor csináltuk a Hunyadi utca felújítását, emlékezzünk, hogy abból kicseréltettük az összes bemutést. Szóval az a település, aki cseréltetett, de nem volt rá pénze és hitelt kapott, a tartozás megmarad, azt még az önkormányzatoknak ki kell valahogy gazdálkodni, és át kell biztosítani azt is az állam számára. Teljesen nonsense az egész történet, ami zajlik, de alapvetően az önkormányzatok nem tudnak mit csinálni. Mi hiába lázadnánk, és tettük ezt eddig is, hogy nem értünk ezzel egyet, de a mi tulajdoni részünk az nem befolyásoló, nem döntő. Így alapvetően a nagyobb városok, főleg Veszprém, elfogadta már ezt a kényszerhelyzetet, és ő is átadja. Volt róla szó, hogy a vagyon átmegy, de a részvény az megmarad. Amint ez bemett javaslatként, mert nem volt éppen kitisztázott a rendelet ezzel kapcsolatban, azonnal átvitták, hogy a törzs részvények is mennek. Tehát, hogy és igazából a víziközmű vagyon államosítása így módon megtörténik, és az önkormányzatoktól van elvonása. Abban kell bízni, abban kell reménykedni, talán azt még lehet, hogy nem lesz privatizálva. Tehát nem az van, bocsánat, a takarék szövetkezet integráció nem feltétlenül ugyanaz, de azt vesszük, a pénzáramlás is egy alapközmű, de ha most elveszik így 0 forintért, kihúzzák alulunk a víziközmű vagyont, azt követően azt beteszik egy gazdasági társaságba, ahova majd érkezik tőkeerős piaci befektető, tulajdont szerez néhány átadás átvétellel, a végén alapvetően magánkézbe tudható az egész nemzeti víziközmű vagyon, aminek szerintem hatalmas kockázata lenne. Sokkal jobb lett volna az, hogyha árat emelnek már most a vízdíjon, és ezzel meg tudják menteni a tulajdont, mert alapvetően az, hogy a tulajdon átadásra kerül az államnak, az államnak sem lesz olcsóbb a működtetése, és ugyanúgy árat fog emelni. De annak az emelésére nekünk, mint volt tulajdonosoknak, már nem lesz lehetőségünk. Tehát szomorú döntés, amit én kérek a tisztelt képviselőtestülettől, de Csetén alapvetően önállóan nem képes ezt fenntartani, és leválasztani sem lehet a saját rendszerünket a központi rendszerről, így mindenképpen abban a kényszerű helyzetbe kerültünk, hogy arról határozunk, az az én határozati javaslatom, hogy lemondunk a víziközmű vagyonokról. Nemzeti víziközmű szolgáltató számára díjmentes átadás. Majd mindenki eldönti. Ember, ezt te tudsz legtöbbet hozzászólni. Mi van, ha valaki ezt megakasztott valamelyik önkormányzat? Nem tudja már megakasztani. Úgy alakították a jogszabály környezetet, hogy semmit nem tudsz. Elveszik a támogatásodat, amit kapsz, simán inkasszóznak. De akkor mi van, hogyha tényleg, hogy valaki valamelyik önkormányzat azt mondja, hogy ne? Akkor ki kell fizetni ahhoz? Akkor ő nála hogy lesz utána a az ivóvizellátás. Hát úgy van, hogy például egy Ajka város, az mondjuk majdnem 1 milliárd. Tehát mondhatsz nemet, hogy ki kell fizetni a pénzt. Ha nem fizeted ki a pénzt, akkor elmondják az önkormányzatot. Akkor meg az egyik kötelező feladatot megint nem tud ellátni. Tehát elindul. De ki mondja aztán utána, hogy ki üzemelteti, vagy hát saját magadnak kéne a sózőnek, mi arra céget felállítani, karbantartást szervezni hozzá. Pontosan a kérdés lát, Józsi, már tudunk van? Itt van, ne? Egy van. K3-as munkatik az ezzel, a C81 és Csetén területén van, de abból... Nem, már végig út van Csetén. Abból 3 falu kapja a vizet. De illetve van a... Vagy egyszer Csihatfal 9 is. C89. Van, mi van, de... Talpmérség 520 méter. De 91. A víz az tőlünk a... Tehát... De ez a kut, ez... Mit visznek? Először gondoltuk, akkor... De ez nincs bejegyező semmi. Nincs csak van, hogy lehet, hogy az a rajt van, Jászd is, meg ti is. Ezt át kell majd beszélni. Igen, és Szápárral együtt vagyunk. Meg annak idején a... Nem ment át, de majd átmegy.
És te tudsz jelölni D3-604? Igen. És ez a dudar színkutatókulás, de biztos, hogy eltömedékelték már. Tehát mi szinte kiállunk. Ez viszont Csetér C18. A C-jelvűek azok meg bauxit kutatók voltak, és akkor ebben megállom az a lényeg, hogy ugye T-s, jást, illetve dudar is rajtva, amiből kapjuk a K3-os. És ezt nagyon nagy kegyesen ugye a vakony karszt hozta a nyakunkba, mivel szindikátusi szerződés volt, és akkor már le kellett mondani az önkormányzatnak olyan jogokról, hogy rendelkezésen a vagyonával, a víziközmű vagyonával, és tehát elég furcsa volt, hogy rátették azt a másik három települést is, és akkor így, tehát semmiféle vagyoni elszámolás ebből nem volt, volt is, mert ebből azt ugye annak idején elvesztettük, amikor 98 körül. De amikor vizsgálták ezt a kutat, amiből kapjuk, nem tudták megmondani, hogy honnan jön a víz. És azt mondtam, hogy Isten nagy szerencse volt, hogy még nem volt vele semmi probléma. Nekem annyi kérdésem lenne, hogy a én felolvastam ezt az egész határozatot, mert ugye ez egyetlen egyedül, hogy bármiről nem tudunk, amit egyszer megszereztünk, hiszen az önkormányzat mégis egy felhalmozásról volt híres, és nem arról, hogy ne épüljön, mert azért ez legalább egy olyan döntés, amit majd egyszer visszanéznek Spielbergnek, köszönhetően 20 év múlva látszik azt, hogy nem jó szándékból hoztuk meg ezt a döntést, hanem alapvetően kikényszerítették tőlünk. A következő határozati javaslatot kaptuk, amit külön megkérték arra minden önkormányzatot, hogy módosítás nélkül tegye ezt, hiszen egységben egységes. Csetény önkormányzat képviselő testületének határozata, egyes pont, Csetény községi önkormányzata képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő vízi közmű szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a magyar államra. Második pontja. Csetény községi önkormányzata képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a képviselőtestület elé terjesztett víziközmű vagyon és víziközmű működtető eszközök. Az átadással érintett víziközműrendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó Bakony Karszt Zrt. Víziközmű szolgáltató megnevezése, társága részesedés ingyenes átruházásáról, valamint az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, annak megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat első pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Harmadik pont, Csetén községi önkormányzata képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy jelen határozat első pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad, a jelen határozat kettes pontjában megjelölt megállapodás nyomán víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon és a Bakony Karszt Zrt. Víziközmű szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés magyar állam részére történő átadásban. Felelős polgármester, határidő azonnal és folyamatos. Igen. Hát akkor ezt a felhatalmazást én sajnos kérném a tisztelt képviselőtestülettől. Ki az, aki elfogadja? Semmit se kell elfogadni, de nem tudomásról. Nem tudomásról. És a felszámolás lehetőség az felmerült? A felmerült a közgyűlésen, de természetesen senki nem akarja felszámoltatni.
Most mi az, mi van akkor, hogyha ugye, most milyen mértékben, ugye majd itt akkor az állnál öt, hogy mennyi lesz a víz akkor itt csetétben is? Hát persze, tehát így is az volt. Állami, hát a önkormányzaton keresztül azért ez egy állami tulajdon volt. Kivéve ez a Bakony Kaszpium, szerintem az ország legjobban gazdálkodó vízügyi cége volt. Igen. Messze. Méret gazdaságosztás szempontjából, hatékonyság szempontjából, minden nagyon-nagyon rendben volt. Ugye a DRV az, aki alapvetően vinni fogja az egészet, a DRV menedzsmentje viszi a nemzeti közművek. Így módon, érdekes módon a DRV volt az országban a legdrágább, mégiscsak Balaton partján van. Nem tudsz ezzel mit kezdeni, ráadásul megtette azt a Bakony Karszt, hogy még küldött munkat egy 3 millió font a számlát múlt héten. A várat projekt ő részét Csetén fizessen még 3 millió forintot ezen felül, azt mondjuk meg fogjuk, amennyire tudjuk vétózni. De az látszik, hogy az önkormányzatok jelentős része alapvetően gondolkodás nélkül lemond ezen vagyonelemekről. A probléma eredője az a 10 évvel ezelőtti kormányzati intézkedések, a rezsi meg az ár befinasztáshoz vezethetőek vissza, hiszen nem maradt forrás a társaságoknál a rendes karbantartásra, felújításokra, és 10 év alatt olyan amortizáció alakult ki ezen hálózatoknál, hogy most gyakorlatilag jelentős tőkét kell betenni. Ez természetesen meglátásom szerint az állam és az Európai Uniótól talán majd érkező forrásokból fogja tudni megtenni, és nem saját erőből. De én csak azért abban reménykedem, hogy nehogy egyszer ezt is államosít, vagy privatizálják, aztán a nagy állami vagyonszerzésből egy magán gazdaság húzza a hasznot. Max annyit, én addigban benne vagyok. Különben, hogy azt a 3 milliós levélre ráhúzzuk, hogy ezt most nem értjük. Gyorsanyunk egy levelet, aztán majd március 31-ig újból leülünk, aztán a kell szavazunk róla. Mert a Vára projekt elnyert pályázik, itt van 70% támogatás 2018 évben. Hát ez benne van ebben a jelzőkönyvben, mert erről szólt, beszámoltak a várakületről, rákvágtak most egy ilyen számlát, hogy az a minimum, hogy ezt ne kelljen kifizetnünk, ha már ezt viszik. Annyit tudunk tenni, hogy a képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy tisztázza a várakületről a részének kifizetési kötelezettségét. Azt követően fog tudni tovább lépni, de még határidőn belül, tehát március 31-e megfogalmazott a terv, és akkor azt tisztázásra kell, akkor maximális rendkívüléssel elfogadjuk. Csak ne az legyen már, hogy fasztok. Úgy jó, akkor így meg lebe, a várakozott számlájának felszámolásáról kiegészítő tájékoztást kérünk a Bakony Karsztól. Tessék? Ja, most már tartózkodtunk mindenki. Jó? Oké. Okay. Köszönöm. Én is így gondoltam, pedig nem beszéltünk előre. És akkor azt a levelet, hogy bekértem az anyagokat alapvetően. Tényleg az, hogy minden szerződés háborúra íródik. És az, amit akkor aláírtak velem 13-ban, azt most megnézve, ugye mindenki aláírta, csak küldték ki számára is, alapvetően úgy állt, hogy vágom, hogy annak a lehet. Meg volt ígérve, hogy majd abból a véletedíjból vonják le az ön részt, amit évente kaptunk. Persze, vonjátok, mert most
nem fog, bocsánat, nem szignifikáns a közvetésünkhöz képest. És akkor úgy volt meg, hogy minimum mennyi lesz az önrész. És megadta 1,5 millió forint. Kivágjuk egy 3 milliósat önrészt, de a 7 milliót már ezzel elmondják. Tehát a, ugye másik sztori, tavaly kapott az önkormányzat 5 millió 800 ezer bértkiegészítést, ugye? Ha évvége megszavazta volna a képviselőtestület, hogy a polgármester vigyen haza a prémiumot, 5 millió 800, akkor azt hazavihettem volna, és odaadhattam volna valakinek. Mármint úgy, hogy a civil szervezetnek olyan, mivel megspóroltuk a pénzt, és forrósak vagyunk, most az állam visszakérte az 5 millió 800, plusz megvágott 900 ezer kamatra. Hm? Ja. Igen, 900 ezer a kamat az 5 millió 8. Nem használ. Illetve hát vissza kell fizetni, visszafizetési kötelezettségünk van. Ugye ezt még a tavalyi év során kaptuk. És nem költöttük el? Nem költöttük el. És az azért oké? Nem költötte, de fizet vissza a kamatot. Illetve hát nem. Na, jó? Megtehetjük volna. Nos, tehát ez a működés, ez az önkormányzatok irányában lévő, vágjuk ma mennyire lehet, nem tudom, hogy hol vezetett, a kollégákkal beszéltünk erről tegnap, de ezt visszafizetjük, majd idén okosabbat teszünk, ha véletlen vannak. Nevetséges. Na, jó, el is kitértünk egy kicsit. A közbeszerzési terv a következő napi rendi pont. Ugye ezt a legutóbbi test, a költségvetési ülésen is ezt elfogadtuk, hiszen akkor üres volt. Tehát nem volt külön, hogy másosan az egyik el lehet fogadni, ez azt jelenti, hogy nem tervezünk az igényben a projektet, ami közbeszerzés során most láthatólag tartoznak. Nem akarok módosítani, hogyha mégis. Jó, oké, akkor egyik közbeszerzési. Majd akkor sem jövődés. Jó, akkor nincsen tervezett közbeszerzésünk, ez a költségvetésnek volt a része, hogy nincsen. És akkor most meg elfogadjuk így is egy határozott formájában. Elfogadja, hogy nincs, az készletetésre. Köszönöm szépen, hogy igen. A következő napi rendi pont az a Győri Hulladéggazdálkodó Non-Profit Kft-nek az éves beszámolója. Ugye 2023 júliusától gyakorlatilag ez is központosításnak köszönhetően a MOL-hoz kerül. Ugye el fogja szervezni és működtetni a hulladéggazdálkodás Magyarországon. Alapvetően ezzel kapcsolatban sincsen nagyon lehetőség, az önkormányzatnak a beszállót megértettük, elfogadtuk, és várjuk az új szolgáltatónak a emelt szintű szolgáltatásait és fenntartott a szolgáltatásait. Tessék? És csak kérdezni el. Igen, mindenki. Jó, ha ezt elfogadjuk a beszállót, ez egy forma, ezt kérem készlátatásra, ez. Köszönjük szépen. Mai testvérkedésnek több pontja nem volt, én azért annak örülök, hogy nem egy nemzetközi nyilvánban mondtunk rá a vizitőzmű vagyunk. Ma még döntetünk valahol, hogy megvédőzik este a virágainkat. Köszönöm szépen, hogy ezen a rövid testvérkedésen itt voltak velünk. A következő testvérkedés az át is hónapban lesz megtartva, első vagy második szerdáján. Akkor majd egy hosszabb polgármesteri számolóval is készülünk. Köszönöm szépen, viszont a másra jó pénzt mindenkinek.